Most vagyok végzős a Momén dizájnelmélet mesterszakon, éppen a szakdolgozatomat írom, de, de korábban tanultam az ELTE bölcsészkarán, és tavaly egy évig Tallinnban urbanisztikát is. Ezek mind nagyon meghatározzák az érdeklődési körömet, amit elég széles körülként határoznék meg, de talán az egyik fő irány az urbanisztika, illetve az építészet, elmélet és történet. Nagyon érdekel a kulturális antropológia, illetve mindenfajta kritikai elmélet. A kurátori praxisomban néhány kiállítás szervezési szerepel eddig, én főleg kutatással foglalkoztam, illetve közösségi projektek szervezésével, most éppen a Független Képzőművészeti Tanszék egyik projektjében segítek. Ez a József Attila lakótelepen egy közösségi tudás megosztó workshop sorozat lesz, és még ezen felül szervezek egy kiállítást, ami március végén lesz látható a nyolc és félben. Ezek mind olyan dolgok, amik, amik az érdeklődésem különféle területeit határozzák meg, tehát hogy én a közösségépítést és erősítést nagyon fontosnak tartom, illetve a másik dolog, ahová valahogy mindig kiukadok, az az, hogy mit kezdünk a szocialista örökséggel, legyen az építészet, mondjuk, tehát nekem kifejezetten ez az, ami érdekes, de legyen az bármilyen kultúrtörténeti vagy, vagy ideológiai, társadalmi maradvány, amivel valamit kezdenünk kell ma. Engem ez a művészetben és művészet elméletben is nagyon foglalkoztat, illetve a saját kutatásaimat is igyekszem e köré szervezni. A, a, az FKS-s és bemutatkozó vacsorán elhangzott tóztom az ünnepnap legyen minden napod még élsz, egy idézet a Skorpió Együttes egyik, egyik zeneszámából, számából, aminek ünnepnap a címe. Én, én ezzel igazából csak ezt az általános... Um, jó hangulatot és jó kívánságot szerettem volna megragadni, ami számomra egy tózt jelent. Tehát nem is az a lényeg, azt hiszem, hogy mi hangzik el, hanem hogy hol és kinek és milyen körülmények között. És azt hiszem, ez az, ami megadja az ünnepnek az ünnep jellegét.